ennek a folyamatnak lezajlódott. Egyrészt akkor, amikor a döntés megszületett, hogy Nagy Kanizsa betagozódik ebbe az együttműködésbe, és ebben a járműipari együttműködésben, amely területi elhatárolást is jelent, és amely nagyon fontos a jövőben a fejlesztési pénzeknek az irányításában részt vehet. A döntés miután megszületett, a legfontosabb aktus utána a szerződés megkötése volt, ami néhány héttel ezelőtt történt meg. És most történik az a pillanat, amikor Nagy Kanizsa egyébként hozzárul anyagilag is, először hivatalosan, mint a gazdasági társaság tagja ahhoz a munkához, ami előttünk áll, és aminek a célja az, hogy jelentős, tízezres nagyságrendű munkahelyet teremtődjék az elkövetkezendő években, belátható időn belül természetesen az elkövetkezendő időben. Ez a Dél-Vas és Dél-Zalárd összekötő földrajzi egység területén. Erre minden lehetőség megvan, hisz mint önök is tudják, a kormánynak határozott célkitűzése az, hogy az Európai Uniós ciklusban, pénzügyi ciklusban, amelyik most 2014-től 2020-ig tart, kiemelt helyet kapjon a gazdaságfejlesztés és ezen belül a munkahelyteremtés.